így beszélni. Ne nyugszom bele, hogy a gyermekem halott legyen! Hatalmamban áll-e, hogy feltámasztom a halottakat? Nem tudom, nincs senki, csak hozzád menekülhetek. Hatalmamban áll-e, hogy feltámasztom a halottakat, mint Isten? Mire való vagy akkor? Hogy szenvedjek és könyörögj. Mire való a szenvedés és könyörgél? Ha nem adod vissza a gyermekem! Az Úr tudja, mire jó. Neki elég, hogy szolgáljon. De én süket vagyok. Nem hallok. A mélységben vagyok. Onnan kiáltok feléd. Add vissza a gyermekem, akit neked adtam. Nézd, meghajlok. Megrázkodom, Violet. Könyörű rajta, Violet! Add vissza a gyermekem! Te vetted el! Az, aki elvette, vissza tudja adni. Add hát vissza őt! Az egész a te hibád! Az én hibád! Jó, nem, bocsáss meg, csak az enyém. De add vissza őt! Hiszen halott van. Adod! Te hitvány, te birka lélek, ha én úgy juthatnék Isten színe elé, mint te, nem rabolnál ilyen könnyen a gyermekeme! Ne kísérj ilyen kegyetlenül! Istenem, te látod az én szívemet. Miért jössz így meggyötörni? Én csak a gyermekem kérem tőled. Nem hallok semmit. A karácsonyi harang. Kis gyermek született a földre. Add vissza az enyémet! Imádkozunk, Mara. Milyen régóta nem imádkoztunk együtt karácsonykor. Ne félj! Fájdalmadat magamra vette. Amit nekem adtál, Mara, szívemben viselem, ne sír, nem szabad sírni most, amikor minden embernek üdvössége született. Verd ezt a könyvet, olvasd fel belőle. A karácsonyi zsolosban. Ézaiás jövendőlése.
Egykor megalázta az Úr Zebulon földjét és Naftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Jordánon túli vidékét, a pogány nemzetek tartományát. A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Mert gyermek születik. Fiú adatik nekünk. És az ő vállára kerül az uralom. Szent Leó pápa prédikációja. Szeretteim, üdvözítünk ezen a napon megszületett. Örvendezzük. És valóban nem is illik szomorkodnunk akkor, mikor annak az életnek születésnapja van, amely megsemmisítette a halálfélelmet, és szívünkbe öntötte a megígért örökké valóságnak az örömét. Senki sincs ebből az örvendezésből kizárva. Örvendjen a bűnös, mert bocsánatra hívja őt az Úr. Lelkesüljön a pogány, mert az élet nyílik meg neki. Mert az Istennek fia. Midőn elérkezett az idők teljessége, amelyet az isteni végzés kifürkészhetetlen mélysége kiszabott. Felvette az emberi természetet, hogy alkotójával kiengesztelje ezt, és hogy a gonosz lelket, a halál okozóját azzal a természettel győzze le, amelyet ez legyőzött. Violen. Violen, én nem vagyok méltó arra, hogy olvassak ebből a könyvből. Violen. Én tudom, hogy megátalkodott vagyok. Szeretnék más lenni. Olvasd tovább, Mara. A Szent Evangélium Szent Lukács szerint. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és ének idején őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket. Nagyon megijedtek, de az angyal megnyugtatta őket. Ne féljetek, mert nagy örömet adok nektek tudtul, és majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, Krisztus, az Úr Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyereket.
jászolba fektetem. Bepója. Viola, mi történt? A szeme megváltozott! Olyan lett, mint a tiéd volt! Mára? Mit keresel itt, Mára? Mint a szekérzörgést hallottam volna. Mióta hallod ezt a zörgést? Én nem hallok semmit. De nem hallasz semmit, de az én fülem még jó. Jobban tennéd, ha hazajönnél és aludnál. Te sem hallasz fel mindig, mikor kéne. Gondolkodom. Gondolkodom, hogy mi történt a beteg kislányunkkal. Szenteste elrohansz vele, és apró szentek napján visszajössz a gyógyult gyerekkel? Nem fél a fejembe? A csoda, ahogy te mondod. A Szent Szűznek kell hálát adja, vagy kinek? Ezért a gyógyulásért. Én műveltem a csodát! Hallgassam. Nem hallok semmit. Fázom. Az arca ugyanaz, de mégsem a szem az megváltozott. Ennyi már te vagy eszű! Mit hallgatsz? Vár megint. Várok. Kit vársz? Az apámat, aki 7 évvel ezelőtt kelt útra. Hogyan? Emlékszel? Ann Merkornak hívták. Nem mindig zsákkori volt Gombernon gazdája. Hazajön, jó állapotban találja majd a földeket. A házát nem különben. Érzem, hogy hazajön. Bolond vagy. Nem sokan térnek vissza a Szent Földről. Annyi szörnyűség történik. Az az asszony is, akit odalent találtak a homokbányában. Miféle asszony? Lepras! Mit sétálgatott arra magára vessen? De lehet mégis, hogy belőtték. Valaki. Lepras? Néhogy hegyezi a fülét! Mára! Apám elsőszava ez lesz. Mára! Mára szerette a legjobban. Micsoda öröm lesz, ha megtudja, hogy Mára szerezte meg magának zsákkorot. És mit a csupasz kard? Ott fekszik mellette minden éjszaka. És a kis unokája nem örül majd, ha meglátja? De szép gyerek, mondja majd. És az a gyönyörű szeme, hogy emlékeztet valamire. És anyátok hogy van? Hát éppenséggel, ő nincs itthon. Bizony, bizony. Ha valaki Jeruzsálembe utazik, nem számíthat arra, hogy mindenkit viszont lát. 7 év nagy idő. Most Mara tölti be a helyét a családi tűzhely mellett. Adj Isten, Mara! Adj Isten, Mara! Apád! Adj Isten, Zsak! Mit hoz ide meg? Segíts lefektetni. Óvatosan, fiam. Óvatosan. Nem halt meg. Még nem halt meg. Ki? Tegnap találtam rá a homokbányában. Leprás! Arra kért, hogy hozzam haza. Haza? Az én becsületes otthonomba? Békességet akar. Azt akarja, hogy ne legyen harag a szívedben. És mar a szívében sem. Azt mondta, otthon szeretnék meghalni. Otthon?
Ne számítson arra, apám, hogy mindent úgy talál, ahogy hagyta. Tudom, Mara. Tudom. Anyák meghalt. Mindent tudok. Violán mindent elmondott. Rólam is beszél. Beszél csak. És arról a másikról? Kiről? Pierre de Crown, a gyilkosról, a tolvajról. Nem esett bűn Violán és Pierre között. Mara mindent látott. Amit Mara látott, az volt minden. Ártatlan gyermeki csók. Nekem a vőlegényének. Még azt sem engedte meg, hogy hozzáérjek. Találkoztam Jeruzsálemben Pierre de Crownnal. Meggyógyult. Meggyógyult? Meggyógyult. Én meg elkározom. Violán azt akarja, hogy te is meggyógyulj, Jacques fia. Te is. A gyűrű. Pierre de Crown adta vissza nekem. Apám, én szeretem őt. Ő is szeretett engem. Én mindenemet neki adtam. Jacques fiam, amit én hallottam, azt az üzenetet hallotta meg Violán is. Miféle üzenetet? Magára akarta venni a világ szenvedését és fájdalmát. Ezért csókolta meg a beteg Pierre de Crownt is, tudva, hogy mit tesz. Világot akarta megmenteni. Engem meg hagyott elveszni. Látod, én is úgy gondoltam, hogy magamhoz kell ölelnem Jeruzsálemben az üres sírt, és megérintenem a keresztvájt, a gödröt, ahogy Tamás Krisztus kezének, lábának és szívének sebét. Az én kislányom Violán okosabb volt nálam. Nem ácsolnunk kell a keresztet, hanem felfeszülnünk rá, és örömmel odaadni mindenünket. Mert mit ér az élet, ha nem szolgál és nem adakozik? Minek a gyötrődés, amikor engedelmeskedni oly egyszerű, és a rend előttünk áll. Violán is azért fogadta a jelet, amit kapott. Viola, becsaptál, elárultál. Olyan helyre indultál, ahova én nem követhettelek. Ti hallgatag és kifülkészhetetlen asszonyok. Nem szólsz, nem válaszolsz? Hallgatsz most is? Ajnalodik. Hallani az ébredő életet. Viola, édes kis Viola. Nem hall! A ti hangotok nem jut el hozzá! De én tudom, mit kell tennem, hogy halljon engem. Violán! A kezem! Megmozdult a kezem! Látom! Látjátok, ha meghallotta a húga hangját. Épp úgy, mint karácsony estén, amikor csoda történt. Ez a csoda, gyerek! Ez megbalott! Igazat mond! Mindent tudok! Látjátok, hall! Tudja! Megértette! Mit mond apám a harang első szava? Hogy szól az angelus? Isten angyala hírt hozott Máriának, és ő befogadta a szent lelket. És mit mond a második harangütés? Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. És mit mond a harmadik? És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. És már a sikolya, és már a üvöltése, és már a könyörgése is megfogant ennek. Ennek az undorító leprásnak a méhében. Üvöltettem, üvöltettem, könyörögtem, és végül életre kelt a gyermekem, akit én szültem, és ő hozott világra. Hallgass! Isten szerelem, miket beszélsz? Azt mondtam, hogy a benn beteg. Igen,
Nem mondtam igazat, mert meghalt. Hideg volt, mint a jég. Ő tett csodát? Vagy Isten? Isten tette? Mégiscsak én voltam a legerősebb, Mára! Mára tett csodát! Térd el, vedd magát most is előtte! Violen előtt, aki megcsalta egy leprás! Hordos! Csak őt szereti! Csak őt szeretik mind! Az apja, aki elhagyta! Az anyja, aki szerint tanácsával látta! A vőlegénye, aki úgy bízott benne! Az én szeretetem, az nem ilyen! Az nem ilyen! Igen. Én öltem meg. Én fogtam meg a kezét, és vezettem a homokbányához, és borítottam rá a megrakott szekeret. Én megtettem, hogy az, akit szeretek, az enyém legyen egészen. Hát szakadt volna ketté az uram, az egyik fele itt, a másik a Sevosi erdőben. És szakadt volna ketté a gyermekem, aki az enyém. És lett volna két anyja, az egyik a testének, a másik a lelkének. Én voltam én, igen, én tettem. Nem Mara, nem te. A gonosz, aki urrá lett rajtad. Meg akarlak vigasztalni. Látod, hazatértem, és én szeretlek téged. Mara, Violen, két kislányom. Szeretlek mindkettőtöket. Apa! Apa! Meghalt a gyermekem! És ő távoztatta fel! De szép ez a kis dalocska. Apám, megismerem. Ezt énekeltük Marával együtt gyermekkorunkban. Violen, Jacques van melletted. Isten hozott, Jacques. Violen. Haragszik még rám? Már nem haragszik. Mondja meg neki, hogy szeretem. Ő is szeret téged. Most is. Mara! Szeretek. Ő volt az egyetlen, aki hitt benne. Rám bízta a gyermekét, aki életre kelt. Isten és Istennel együtt a hit, és édes anya kétségbeesése. Visszaadta az életét. Istenem, de gyönyörű volt. Apám, olyan nehéz világra hozni egy lelket. Már tudom, hogy mit tegyek. Zsák, ne hamarkodjál el vele, és mindent, mind velem. Bocsáss meg neki. Nem.
Egyedül maradok. Nem. Hanem azzal a szép kis gyermekkel. És Marával. A feleségeddel. A húgommal. Aki velem egy testből való. Hát már nem leszek boldog sose. De szép is élni. Milyen végtelen az Isten dicsőség. Violen. Kegyelem gyermeke, menj előttem. Jacques, miért nem beszélsz? A feleséged vagyok. Ez a szerelem nem az örömből születik, hanem a fájdalomban. És ez a fájdalom betölti azokat, akiknek nincsen öröm a szívükben. Elválaszthatatlan egy test vagyunk. Vágyja, lélekkel összekapcsolódva. Abban a titokzatos egyéhavadásban, amelyből megszültem a gyermeket. Nagy bűnt követtem el. Megöltem a nővéremet. Valami megtört bennem. És itt maradok erőtlenül. Mint aki elveszítette férjét. És nincsen gyermeke. Bocsáss meg neki. Violen, bocsát meg. És ő benne bocsátok meg neked, Mara.